Először boldog új évet szeretnék kívánni minden új presszurkolónak. Hát gyorsan eltelt viszonylag a szünet, de őszintén megmondom, hogy én már nagyon vártam, hogy találkoztassak a társakkal, és hogy elkezdjük az érdemi munkát. Elvégeztem azt a munkát, amit az erőléti edzőnk személyre szabottan előírt nekem. Nagyon jól érzem magam, érzem, hogy teljesen feltöltöttem, és tényleg csak ismételni tudom magam, nagyon várom már az edzéseket. Az első edzésen csak tesztek voltak, fizikai, mint nézték, hogy ki hogyan végezte el az otthoni gyakorlatokat. A délutánnal kapcsolatosan még nincsen információnk, de úgy tudjuk, hogy már ma is két edzéssel fogunk készülni, és a héten ugyanúgy végig két edzéssel. Én nagyon jó ötletnek találom ezt, hogy most Ciprusra megyünk, nem Törökországba, egy kicsit kiszakadunk az itteni és az ottani környezetből is. Ez biztos, hogy újdonság lesz a csapat számára. Azt tudjuk, hogy nagyon jó csapatokkal fogunk találkozni, de úgy gondolom, hogy ennek van értelme, hogy jól fel tudjunk készülni a bajnokságra. Nagyon fontos számomra és az egész Újpest számára a kupa. Csak azzal lennék elégedett, hogyha idén is a döntőben lennénk. Utána meg az első forduló meg egyből a videótonnál egy rangadó lesz, szóval tényleg két nagyon jó mérkőzéssel fogjuk kezdeni az évet. Úgy gondolom, hogy a csapatjátékával tavaly se volt gond, inkább az eredményességgel volt gond, de ezt, hogyha ebből tudunk tanulni, és tudunk javítani még a játékunkon is, és ezen az eredményességen is, akkor úgy gondolom, hogy egy nagyon szép félszezonunk lehet.